Ez az egyik új kisgép a Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltségen. Két új agregátor segíti mostantól a hivatásos tűzoltók munkáját. Két áramfejlesztőről van szó, ami a különböző elektromos felszereléseknek a működéséhez szükségesek. Világítás és különböző elektromos berendezések kétszer számoknak a működéséhez szükségesek. Illetve az egyik pedig a híradóügyeletnek áramszünet esetén az ellátását biztosítja, hogy a szükséges eszközök, a híradástechnikai eszközöknek a felszereléseknek az áramellátását biztosítja. A tűzoltók évente kétszer vizsgabizottság elé állnak, hogy számot adjanak műszaki tudásukról. Most lesz nem soká július végén az első fél éves záróvizsgának hívjuk ezt, fél éves vizsgának. Itt az elmúlt fél évnek a feldolgozott szakmai anyagából adnak bizonyosságot arról, hogy ők figyeltek, és az elmúlt fél évben sikeresen volt a képzési időszak, illetve akkor itt ebben az időszakban történt gyakorlatoknak a helyismeretével kapcsolatosan kérdezzük meg a kollégák, hogy mit jegyeztek meg. Indításnak nyitom a benzincsapot, ráadom a szivatót. Az előírások, valamint a feladatok magasabb színvonalú teljesítése miatt kiemelt jelentősége van a megbízható tudásnak. Így a két új kisgép használatáról elméletben és gyakorlatban is be kellett számolniuk a készenléti állományban lévőknek. Azért szükséges szerintem, mert ha az ember teljes mértékben ismeri a gépet, akkor a helyszínén, illetve káráseménynél sokkal jobban tudja alkalmazni azokat. Összesen 18-an vettek részt a műszaki vizsgán, minden tűzoltó kellő ismerettel rendelkezett, így sikeresen teljesítettek.